Az elmúlt hetekben folyamatosan csökkent az üzemanyag ára, a kutakon 600 forint környékén érhető el a benzin és a gázolaj, de vannak helyek, ahol már ötössel kezdődnek az ártáblákon az egységárak. A mai napon is csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami aztán érvényesítésre kerül a kiskereskedelmi árakban is. Ez leginkább a forint erősödésének köszönhető, ami hetek óta megfigyelhető, és ez mindenképpen segít abban, hogy csökkenjenek a hazai üzemanyagárak, illetve a Brent olaj hordonkénti ára is 80 dollár körül tartja magát stabilan, és nem látom most arra utaló jeleket, hogy ez drasztikusabban emelkedne, vagy csökkenne a következő időszakban. Bujdos Eszter hozzátette, ha az euró tovább erősödik, akkor a következő időszakban még várható további csökkenés is az árakban. Ugyanakkor a különböző töltőállomások között továbbra is 30-40 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az autósok. Továbbra is az a tendencia, hogy az automata töltőállomásokon tudunk a legolcsóbban tankolni, és ott akár 600 forint alatti árakat is találhatunk. Az autópályák mellett átlagosan 20 forinttal kerül többe az üzemanyag, mint mondjuk egy nem autópályán mellett lévő benzinkúton. A benzinért jelenleg bruttó 3 forinttal kell kevesebbet fizetniük a kutasoknak, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 7 forinttal csökkent, ami a kutak áraiban is megjelenik szerdától.